Püspök atya augusztus 19-én egy nagyon szép eseményre kerül sor itt az Egyház megyénél, Kovász Fesztivál, azt hiszem most már hagyományosnak is nevezhetjük. Igen, egy csodálatos hagyomány elkezdődött itt a püspökség területén, ugye egy óriási felületünk van, és az a jó, hogy a családokat tudjuk megszólítani, és évről évre látom, hogy a családoknak, kicsiknek, nagyobbaknak, felnőtteknek kiváló programot sikerül összeállítani, és ezért most ebben az évben is, 19-én hétfőn nagy szeretettel várjuk, hívjuk a családokat, időseket, fiatalokat, mindenkit természetesen, és kérjük, kívánjuk, hogy itt megtalálják ennek a napnak gazdagító, megerősítő szépségét, közösségét és örömét mindenképpen. Mennyire széles a paletta ilyenkor? Milyen mélységek szeretnék kiválogatni a programelemeket? Hát azt gondolom, a legszélesebb skálát sikerült a szervezőknek összerakni, és nagyon büszke vagyok rájuk, akik itt háttérben ezért dolgoznak. Az egészen kicsi gyerekeknek a kicsi kis pecázás, amit látok, hogy mennyire szeretik, nagyon komoly hangversenyig. Ebben minden, ami belefér, és amiről azt gondoljuk a habfürdőn át, amiről azt gondoljuk, hogy a gyerekeket leköti, a családoknak élményt ad, vagy szépségével gazdagít, erősít, látogathatóvá válik a kincstár, könyvtár, a magtár, a püspöki palota, ingyenes mindenütt a belépő ilyenkor, csak egy-egy csoporthoz kell csatlakozni. És emlékszem én a tavalyi évben is itt a gyönyörű szép kertben légvárak voltak felállítva, itt volt a gyerekeknek szórakoztató program. Egy szóval ezt a csodát is megnézhetik az ide látogatók. Sőt, vegyék igénybe, éljenek vele, ugráljanak rajta, élvezzék az élet adta örömet, csodát, hogy együtt, közösségben és nagy-nagy szeretetben lehet ünnepelni, lehet a közösségünket erősíteni. Igen, a kovász maga adja a név és magát, egy összetartó erő, és valóban ezek a fesztiválok évről évre ezt az egyházmegyei kovászt erősítik. A kovász titka talán újra izgalmas ez a szó, hogy megkeleszti a tésztát. És nem csak a nagyban gondolom ezt, hogy az egyház, a közösség, a társadalmi kovász, hanem egy szép élmény, egy egyén életében, egy család életében is kovászként hat az utána lévő napokra, az utána lévő időre, mert valahol a szeretetet, a jóságot, az örömöt kicsit jobban átjárja, megkeleszti, élőbbé teszi. Püspök atya mindig kimeri a személyes találkozások fontosságát. Ez az az alkalom, amikor püspök atyával is, és a plébánosokkal, az atyákkal is lehet találkozni, jókat beszélgetni, hiszen ez a nap erről szól. Ez talán a legfontosabb lehetőségek között van. És én is nagyon szeretek itt jönni, menni, leülni, találkozni. A testvérek egymással is, látom, családok is egymásra rácsodálkoznak, megörülnek. Lehet, hogy néha csak annyit tudunk tenni, hogy szép napot kívánnak, de vannak, akik meg azt mondják, na most akkor a gyerekek játszanak, jól érzik magukat, akkor nyugodtan beszélgessünk egy kicsit, hisz a találkozás, a jelenlét, a gondolataink, a szívünk cserélése egy ilyen közösségi találkozóban nagyon-nagyon fontos és értékes. Mindenkit szeretettel venne? Mindenkit, kivétel, minden érdeklődőt. Ez a mi szervezésünk, de mindenkinek. És hiszem, hogy ebből a gazdagságból mindenki tud meríteni, aki vállalja velünk ezt a szép közösséget.